Elnémult Ráckeve, elcsendesedtek az utcák február első keddi napján, dr. Vona Ferenc temetésén. Az egykori országgyűlési képviselőt február 5-én kísérték utolsó útjára szerettei, barátai, kollégái, tisztelői és politikus társai a katolikus temetőben. Istenem, örök atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos bírám. Feri bácsi hívő keresztény volt. Az egyház részéről Brezina Károly plébános búcsúzott tőle. A mi korunkról, a 20. századról, meg a 21. századról, mondta egy nagy tudós ember, manapság sokan választják a gyógyítást foglalkozásnak, de annál kevesebben hivatásnak. Dr. Vona Ferenc hivatástudattal gyógyította Isten teremtményeit, az állatokat, de mindig is volt az állatok gazdáihoz, az emberhez is egy-két humoros és kedves szava, gondolata. Személyisége és alakja hiányozni fog Ráckeve és környéke utcáiról. Örültek az emberek, amikor találkoztak vele, és neki mindenkihez volt egy-két vidám szava, volt beszédes és kedves mosolya. Élete láttán az üdvözítő szavaira emlékezhetünk, senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Sok helyről hiányzik. De ha valonnan hiányzik, és leginkább hiányzik, az a családja és a szerettei. Hiányzik feleségének, gyermekeinek, unokáinak, rokonainak és jó barátainak. Ők mind közelről ismerték őt, egészen közelről az áldozatos férjet, az apát, a nagyapát, az ő életét. Ők tudják a legjobban megérteni azt, mit jelent, senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A koporsóban nyugvó testvérünk Krisztusból merítette az erőt. Szeretetének mécsese egész életében égett és világított, és hisszük és reméljük, hogy továbbra is ég és világít ez a mécses az Isten örök országában. A föltámadt és föltámadást megígérő, a föltámadás jövőjét felmutató Krisztus adjon erőt a hozzátartozóknak, a szeretteknek, a gyászolóknak, hogy azon az úton tudjanak járni, amelyet maga az Úristen jelöl ki a mi számunkra, emberek számára. A lelkünk mélyén mégis fölmerülne a nagy kérdés, Uram, miért hívtad el őt, akkor hagyatkozzunk bátor szívvel és bátor lélekkel, gondviselő Istenünkre. Síksárnór gondolataival, lehajtott fejjel, mint a dáliák, hadd mondom el az egyetlen imát, elmondom egyszer, s aztán hallgatok. Legyen meg a te szent akaratod. Amen. Én, aki az itt megjelentek közül a legrövidebb ideje ismerhettelek, Dr. Dávid László polgármester gyászbeszédében a közös munkára emlékezett, kiemelve a politikus Vona Ferenc emberi nagyságát. Drága Feri bácsi, ugye emlékszel, hogy személyesen 2002. szeptemberében találkoztunk először. Az akkori önkormányzati választások derekán hírtál a csapatodba, és miután a világ dolgairól egyformán gondolkodtunk, hamar megegyeztünk. Abban a csapatban polgármester jelöltként te voltál a csapatkapitány, mi akkor a csapattagok. A választás után sajnos csapatkapitány nélkül maradtunk, és mi nem voltunk tovább csapat. Akkor életemben először, és még sokáig úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon hiányzol. Jó lett volna a városnak is, és nekünk is, ha közöttünk lettél volna. 2006-ban én jelentkeztem csapatkapitánynak, és ezúttal sikerült. Igaz, hogy a választók akaratában én lettem a polgármester, de a csapat kapitánya te voltál. Emlékszem ahhoz, ahogy az első testületi ülést a törvény szerint korelnökként levezetted, majd eskünk után képletesen átadtad nekem a csapatkapitányi szallagot, amit azóta is hordok, de valójában te viselted. Tisztelt elnök úr!
Emlékszem, milyen örömmel fogadtad a jogi és közbiztonsági elnökké való felkérésünket. Sajnos emlékszem arra is, hogy erőd minden megfeszítésével, más valakire támaszkodva, még nem is olyan régen, lassan, nagyon lassan feljöttél a második emeleti nagy tanácsterembe, testületi ülésre, hogy köztünk legyél, és példát mutass nekünk a városvezetés felelősségteljes munkájában. Arra is emlékszem, hogy milyen hálás csillogás volt a szemeidben, amikor láttad, hogy erre az alkalomra egy speciális széket raktunk a helyedre, mert abban jobban tudtál ülni. Tisztelt elnök úr! Emlékszem arra, hogy amikor már jártányi erőd sem volt, akkor a bizottság tagjait rendelted betegágyad mellé, és ott dolgoztatok a városunk érdekében. Drága Feri bácsi! Emlékszem, hogy nem is olyan régen meghívtad a csapat tagjait párjaikkal együtt egy igazi vonaferis borkóstolóra és vacsorára. Ott mi még nem tudtuk, és nem is sejtettük, hogy te, tisztelt elnök úr, drága Feri bácsi, tőlünk búcsúzol. Emlékszem arra a számomra legboldogabb napra, amikor 2006 karácsonyán a város és a testület döntése alapján átadhattam neked a Ráckeveváros díszpolgára címet. Akkor örömkönnyek voltak szemeinkbe, és tudjuk, hogy soha ilyen méltó ember nem kapott hasonló kitüntetést. Ígérem és ígérjük, hogy a te szellemiségednek megfelelően folytatjuk és végezzük a városvezetési munkánkat, mintha közöttünk lennél. Tisztelt elnök úr, drága Feri bácsi! A sorsunkat mi sem kerülhetjük el. Ki előbb, ki később, ott fogunk megint körülötted ülni, én majd újra átadom a csapatkapitányi szallagot, újból te leszel a korelnök, és hallgatjuk szavaidat, mint régen. Addig is nagyon-nagyon fogsz hiányozni nekünk. Isten veled, tisztelt elnök úr, drága Feri bácsi! A Magyar Állatorvosi Kamara Pest megyei szervezetének elnöke, dr. Kárpáti László a munkáját pontosan, lelkiismeretesen végző szaktekintélyt idézte a gyászoló gyülekezetnek, aki az állatorvosok érdekképviselete mellett szakmai nívót is tudott tartani. Dr. Vona Ferenc 1970 óta volt a körzet állatorvosa, az 1990-es évek második felében pedig hatósági főállatorvosként tevékenykedett Ráckevén. Magas színvonalú együttműködés, igazi kollegialitás jellemezte a kamara és Vona doktor kapcsolatát. Dr. Fábián Miklós, kiskunlacházi állatorvos, az egykori kollégára és barátra emlékezett. Volt hited, amit gyakoroltál. Mindent megtettél az állatorvosi kar egységéért, az esetleges viszályok elsimításáért, az elesettek bátorításáért. Ebben az embertelenné váló világban jó ember voltál. Jó hatósági állatorvos, odaadó a családodnak, nagyszerű a barátoknak, és kivételes, szeretett városodnak, Ráckevének és a hazának. Pályafutásod alatt mellett állt hűséges feleséged, aki segített, aki fogta kezed utolsó órájában, utolsó perceiben is. Köszönet érte. Meghalt, hogy egyszerű a magyarázata, amikor a nap lemegy, beáll az éjszaka. Isten. A mi Urunk Jézus Krisztus keresztjének szent jele legyen rajtad, ejjelben váltott meg téged a megváltó, és ejjelben van üdvösségünk. Míg Józsafát völgyébe magam után elvárlak, Adja a nagy Úristen, vígan kerhess föl innen,
hadd így ültek ne szép fényében. Ráczkevének a 20. században dr. Vona Ferenc előtt és azóta sem volt erről a tájról indult országgyűlési képviselője. E történelmet írt férfiú, ráczkevei polgár és politikus úgy marad meg emlékezetünkben, mint aki közvetlenségével és hivatása iránti elkötelezettségével vívott ki olyan megbecsülést, hogy a szűke pátriánk Ráczkeve országgyűlési képviselője lehetett. Dr. Vona Ferenc 1944-ben született Pécs községben, Heves vármegyében. 1962-ben érettségizett a ráczkevei Ady Endre gimnáziumban. Az Állatorvos Tudományi Egyetem elvégzése után feleségül vette Kővári Kamillát, akivel meghatározói lettek a ráczkevei közéletnek. Két gyermekük és négy unokájuk született. Fiával, dr. Vona Viktorral több mint 10 éven át végezték együtt közös rendelőben a beteg állatok gyógyítását. Népszerűségének és kiváló diplomáciai érzékének köszönhetően 1985-ben párton kívüliként jutott a parlamentbe és lett Ráczkeve országgyűlési képviselője. 1989-ben az első szabad március 15-én elmondta máig is szívesen idézett ünnepi beszédét a gimnáziumnál. Vagy még inkább, hol vannak a mai helyzetre megfelelő 12 pontok? Nem kívánjuk-e most is a sajtó igazi szabadságát? A valóban felelős minisztériumot Budapesten, a törvény előtti tényleges egyenlőséget, az adóterhek csökkentését, a közös teherviselést. Nem kívánjuk-e megújítani az országgyűlés, a képviseleti rendszerünket? Nem kívánjuk-e külföldi katonák hazatérését, a politikai bűn fogalmának felülvizsgálatát, amelybe oly sokáig a hivatalostól eltérő vélemény kinyilvánítása is beletartozott, úgy, mint államellenes izgatás. És nem kívánjuk-e, ha nem is az Uniót erdélyel, de ott élő testvéreink sorsának jobbrafordulását. Végül nem kívánjuk-e mindenek fölött azt, ami a 12 pont előtt olvasható. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1990-ben a Magyar Demokrata Fórum hívta soraiba, és az első szabad választásokon a legnagyobb kormányzópárt színeiben lett ismét az országgyűlés tagja egészen 1994-ig. Ez idő alatt számos kérdést, interpellációt, törvénymódosítást terjesztett a tisztelt ház elé. Emlékezetesek a kisebbségi törvény vitájában, illetve a ráczkevei soroksári Dunaág víztisztasága ügyében elhangzott felszólalásai. A ráczkevei soroksári Dunaág vízminőségét döntően a Duna, illetve a Duna ágát közvetlenül érő szennyvíz terhelés határozza meg. A fővárosi csatornázási művek délpesti üzeme, valamint a Szigetszentmiklósi szennyvíztisztító is igen komoly szennyező forrás. A ráczkevei soroksári Duna vízgyűjtő területén a szennyvíz elhelyezés és szennyvíztisztítás teljesen megoldatlan, nem is beszélve az illegális szennyvízbekötésekről. Kérdezem ezért az államtitkár asszonyt, mit kíván tenni a tárca a ráczkevei soroksári Dunák további vízminőség romlásának megakadályozására? Nem csak beszélt, hanem cselekedett is azért, hogy a Kisduna térségének fejlesztése több figyelmet és állami támogatást kapjon. Ő harcolta ki, hogy a 80-as évek végére életveszélyessé vált Ráczkevei Árpád híd felújításra kerüljön. ...1994 tavaszán Samsula György közlekedési miniszterrel együtt avatta fel az új Dunahidat. Az új híddal Ráczkeve végre mentesül a régi, rossz állapotú híd által okozott kettéosztottságtól, és végre nyugodtabban élheti a város lakossága saját életét.
90-es években sokat munkálkodott azon is, hogy a Ráckeve központú 13-as számú választókörzet nemzetközi figyelmet kapjon. Az ő kíséretében látogatott el 1993 őszén az Európai Parlament képviselője dr. Habsburg Otto és fia György főherceg Makádra, ahol Kossuth szobrot állítatott a község és a református egyház. A szabadságharc kormányzójának emléke előtt Ráckevén is méltó módon tisztelgett. A református gyülekezeti ház homlokzatára elhelyezett Kossuth dombormű avatásán, mint városunk alpolgármestere és mint polgármester jelöltje helyezte el a megemlékezés koszorúját dr. Orbán Viktor társaságában 2002. szeptemberében. Kossuth Lajos azt üzente, tudta tartani a magyarság legjobbjait, noha azokat, sokféle eszme, érdek, törekvés, meggondolás szabdalta volna szét nélküle. Persze, akkor még voltak nagy dolgok, amikbe érdemes volt egyetérteni. De talán most is vannak, csak föl kéne tudnunk fedezni őket a sok gyarló semmiség között. 1848 nagyjait nem feledve, hajtsunk most fejet minden idők leghíresebb magyarjának emléke előtt, aki 200 éve született, másfél évig volt a magyar történelem főszereplője, egy polgári demokratikus forradalom és szabadságharc élén, aztán évtizedeken át élt emigrációban, és örökké él a magyar nép szívében, mint Kossuth apánk. Vagy ha nem is örökké, addig biztosan, amíg magyarul beszélnek ezen a tájon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Ráckeve minden polgárát, és a környékből érkezetteket is. Köszönöm szépen, hogy ilyen kedvesen fogadtak. Engedjék meg, hogy Vona Ferenc úrnak pedig megköszönjem, hogy megkönnyítette a munkámat. Ugyanis nekem itt ma egy nagyon nehéz műfajt kellett volna megteremtenem. Egyszerre kellett volna egy Kossuth évfordulós ünnepi beszédet, és a helyzetről szóló beszélgetést, előadást tartani. Adomány volt a magyar történelem számára, hogy volt egy olyan évtizedünk, amikor egyszerre a mindig föllépő történelmi szükségnek megfelelő, nagy ívű államférfiakkal intéztethette Magyarország hazasorsát. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, függetlenül persze attól, hogy éppen milyen történelmi korszakokat élünk, van néhány dolog, amire mindig szükségünk van. Van néhány olyan dolog, amire szükségünk volt a szabadságharc idején, a Széchenyi féle építkezések korában, és szükségünk volt a kiegyezés korszakában is, és amire most is szükségünk van, amikor egy önkormányzati választásra készülődünk.
2002 és 2006 között a megyei közgyűlésben igen, de Ráczkevén nem fejtett ki politikai tevékenységet, ennek ellenére ismert és megbecsült polgára maradt városunknak. 2002-ben Cserna Gábor készítette el dr. Vona Ferenc utolsó választási kampányfilmjét. Kedves ráczkevélyek, kedves választópolgárok, kedves barátaim! Az összefogás a polgári Ráczkevéért, polgári kör, polgármester jelöltje és képviselő jelöltjei nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. A programom megismerése után nagyon sokan tették fel nekem a kérdést, hogy mit jelentenek a programomba azok a kifejezések, hogy szolgáló polgármester szeretnék lenni, hogy szolgáló hivatalt szeretnék, hogy kiáró polgármester szeretnék lenni, valamint az, hogy Ráczkevéből a Csepel-sziget fővárosa legyen. Tegyük Ráczkevét a Csepel-sziget fővárosává, fürdővárossá. Igen, szolgáló hivatalt szeretnék, olyan hivatalt, ahol az ügyintézők felelősséggel tartanak tetteikért, cselekedeteikért, viselkedésükért. Olyan hivatalt, amely számon kérhető, ahol azt kell majd megérteni munkatársaimnak, hogy ők nem feljebbvalói az embereknek, hanem szolgálói, segítői, ügyintézői. Azért választották őket, illetve azért kapták kinevezésüket, hogy előmozdítsák egy gyarapodó város lakosságának nyugodt, biztonságos, jókedvű életét. Ha az ügyfélnek a hivatallal van dolga, ne szorongva lépjen be oda, hanem olyan bizalommal, mint a beteg az orvosi rendelőbe, ahol tudja, hogy ott nem csak injekciót fog kapni, hanem gyógyírt kap bajára, bánatára, meggyógyítják őt. Ez pedig csak újfajta szolgáló magatartással érhető el, melynek vezérlő elve az ügyfél méltósága. Mit jelent az, hogy kiáró polgármester szeretnék lenni? Igen, kiáró polgármester, nem olyan, aki napestig ül az irodájába, hanem kiár az emberek közé, hogy meghallgassa panaszaikat, javaslataikat, és ha kiár, elkerülhetetlen lesz, bármilyen kellemetlen is, hogy meghallgassa bírálataikat is. És ezek a bírálatok nem maradhatnak következmény nélkül, mert akkor legközelebb nem mehet ki úgy, hogy ne kérjék számon rajta, ne tegyenek szemrehányást neki. És kiáró leszek abban az értelemben is, hogy lobbizni fogok, ahogy tettem azt országgyűlési képviselőként is hosszú éveken át, hogy minél több pénz jön Ráczkevére, központi forrásból is és magántőkéből is. Véleményem szerint Ráczkeve a lehetőségéhez képest lemaradt a fejlődésben, és le van lassulva, hogy a földgyorsuláshoz lendetőt kapjon és végre utolérje magát, kevés a saját erő. Épp úgy be kell vonni a külső működőtőkét, mint ahogy az ország sem tudott volna nélküle kikecmeregni a rendszerváltás utáni súlyos gazdasági válsághelyzetből. Ennek eredményeképpen pedig, ha ezek megvalósulnak, úgy gondolom, hogy a Ráczkevét a Csepel-sziget fővárosává tesszük. Mert az volt. A török hódoltság idején sokáig a térség kereskedelmi, gazdasági, szellemi központja. És még 200 évvel később is Mária Terézia így válaszolt a jezsuita rend kérésére. Ráczkeve szigete nem adatik a jezsuitáknak. Vagyis a szigetet Ráczkeve szigetének nevezte. Kedves választópolgárok, az a célom, hogy Ráczkeve újra gazdasági, oktatási, kulturális és közigazgatási, vagy egy szóval közszolgálati központja legyen a térségnek. És legyen persze ékessége is, melyre minden környékbeli településnél nagyobb esélye van. Sok örömet nyújtó és nagy gazdasági előnyökkel kecsegtető vizei, történelmi tradíciói, műemlékei és egész egyszerűen szépsége révén. ...2006-ban az MDF színeiben, de a polgári körökkel együttműködve lett ismét a helyi képviselőtestület tagja, egyben a jogi és ügyrendi bizottság elnöke. Mint a mezőgazdaság és a közlekedés ügyeiben nagy gyakorlatot szerzett politikusnak, szívügye lett dr. Cserny Károly terve, a Szentvendel körút megvalósítása. 2007 tavaszán már súlyos beteg volt, de a városi forgalmat Ráczkeve külső részeire vezető elkerülő út nyomvonalának kitűzésében szívesen segítkezett. Ugyanekkor készült vele a Kör TV utolsó riportja. Nálunk Ráczkevén a városban és a környező településeken is úgynevezett ebb-kataszter van a jegyzőknek a birtokába, ahol szerepel az, hogy melyik tulajdonosnak milyen kutyája van, van-e kutyája, és akkor az milyen ivarú, milyen színű, mennyi idős, tehát lehet azonosítani egy harapásnál.
amennyiben nem végezteti el az oltást, nagyon komoly szankciókra számíthat. Most is majd az oltás közben és oltás után felveszik ugye a regisztrációt, és amennyiben azt tapasztaljuk utána az ellenőrzés kapcsán, hogy valaki nem oltatta be a kutyáját, több tízezer forint szankcióra, tehát bírságra számíthat a jegyző által. Mi történik akkor, ha az utcán találok egy kutyát, mondjuk kóborkutyát? Mi a teendőm, hogyha az állatorvoshoz elhozom, akkor ugyanazokat az oltásokat neki is be kell adni, mint hogyha a saját régóta tartott kutyám lenne? Természetesen az állatorvosnak ugye úgynevezett szakmai kötelessége, meg hát emberi kötelessége is, hogy amennyiben valaki egy ilyen kutyát talál és elhozza ide, akkor azt mindenképpen el kell látni természetesen, és ezt meg is csináljuk mi minden esetben, itt Ráckevén, a bécsi doktor is, Viktor is, és jó magam is, tehát ezt nagyon komolyan vesszük, és amennyiben valaki ilyet talál és elhozza hozzánk, tehát pórázt helyez rá, azt mi mindenképpen ellátjuk, és még azt is elősegítjük neki mindenképpen, hogy ha ő nem akarja megtartani, és ugye nem derül ki, hogy ki ez a kutya, akkor mindenképpen megpróbálunk neki gazdát szerezni is. Ráckeve városa 2006. decemberében díszpolgári címet adományozott életútja, munkássága, a város érdekében kifejtett tevékenységei, a ráckevei táj az itt élő emberek iránti hűsége elismeréséről. Ráckeve városának polgármestere, jegyzője, a képviselőtestület valamennyi esküdtpolgára úgy határoztak, örökítessék meg érdemeket elismerő díszpolgári oklevéllel mindazok neve, jeles cselekedete, akik városunk felvirágoztatásáért az átlagos polgári szorgalomnál nagyobb mértékben fáradoztak. Ilyen különösen érdemes polgártársunk dr. Vona Ferenc állatorvos úr. Minden ráckevei polgár ismeri Vona doktor úr érdemeit, mert életét, több évtizedes állatorvosi munkásságát Ráckevének, a közérdekének szentelte. Vona Ferenc doktor úr két választási ciklusban országgyűlési képviselő, két ciklusban Pest megyei önkormányzati képviselő, két ciklusban városunk alpolgármestere volt. Jelenleg a képviselőtestület tagja, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, a testület korelnöke. Az ő közbenjárásával sikerült a Ráckevei Árpád-hidat felújítani, a szakorvosi rendelőintézet műszerezettségét korszerűbbé tenni, oktatási és kulturális missziója következtében anyagi támogatást szerzett az Árpád Fejedelem Általános Iskola tetőterének építéséhez, az Árpád Múzeum felújításához, az Ady Endre Gimnázium új épületének megvalósításához. Kezdeményezésére alakult meg a helyi polgárőrség is. Állatorvosi munkáját a ráckevei gazdák nagy megelégedésével, elismerésével végzi. Városunkban és a társközségekben is kiemelt feladatának tartja az állategészségügyet. Munkáját szakmai vezetői, az ANTS helyi intézete is elismeri. Vona Ferenc doktor úr mindnyájunk példaképe. Gyógyító és közéleti tevékenységét ma is töretlen munkakedvel eredményesen folytatja. Polgártársunk egész pályájának, emberi egyéniségének jellemzője a példát adó gondoskodás. Adassék ezért érdemeinek megbecsülés és tisztesség.